Most a Feltörekosi Barlang Színházban vagyunk, és a Budapesti Operett Színház Chicagói Hercegnő című operettje lesz itt most pár óra múlva a színpadon. Köszönöm szépen. Most azt kérem szépen, hogy mindenki álljon a második felvonás helyére onnan, ahonnan be fog jönni. Van egy óriási nagy sziklafal itt a színpad közepén. Ez eléggé behatárolja a dolgainkat, tehát ehhez kell elég sok mindent igazítani nekünk, és tehát legtöbbször, amikor idehozunk produkciót, akkor gyökeresen át kell alakítanunk, ez egy elég nehéz munka, de nem lehetetlen, csak kihívás elé állít mindenkit, és nagyon nagy koncentrációra van szükség. Ez egy felújított öltöző, de hát még vannak benne régi darabok is, mint például Csere László. Milyen régi? Ott a Maklári Laci öltözik. Tényleg is? Csorka, szerintem ott vagy csillagom. Hol? Ott. Ha akarjuk, hanem valamilyen név átvarázsolja a darabokat a speciális adottságai miatt. Nagy energiákat mozgat ez, és mindig egy nagyon nagy élményt játszani. Itt vannak a jelmezek. Ezek között a falak között mennyi sírás, zokogás, imádkozás zajlott, és most meg egy varázslatos Kálmán Imre muzsika folyik be ugyanazok közé a falak közé. Nem maradok én itt tovább egy percig sem. Gyere, Miska! Gyere! Csak téged visznek magamban! Zsolti, fantasztikus lesz, ha néztem a próbádat, egyszerűen lenyűgözött. Az, amit te csinálsz, nekem most te nem csináljuk, úgy, legalább csináljuk, mert visszadom nem, a kamera nem, után. Johnny-nak viszont, tudod, fáj a jó, de most csináljuk, úgy, mint odaadnád, én megköszönöm neked. Most akkor úgy csinálok, mint ha odaadnád. Tessék. Köszönöm. Nagyon szépen, figyelj, fantasztikus lesz. Ezekre a nagyon különleges nyári turné fellépésekre egy különleges meditációval készülünk. Gyertek, megmutatjuk most. A folyosón, ezen a Szent folyosón törökülésbe leülünk. Elővesszük a Chicagói Hercegnő meditációs készülékét, ami nem más, mint egy hengram, és vadul neki esünk. Lesz fejem, lesz egy nagy Miki Egér fejem alapból. Ezt egy adott pillanatban leveszem a fejemről, és alatta is Miki Egéri leszek. Ezek azok a képek, itt ezt el meg is tudom mutatni. Igen, tehát hogy mindenhova egy ilyen méri kultusz alakul ki. Ő a trónszékünk, ez az első felvonásban még egy klasszikus piros bársony trónszék, és akkor egy hirtelen jött ötlet folytán Méri ebből egy pink színű trónszéket vásárol, és mindent lecserél pink színűre. Minden helyszín egy kicsit más pluszt ad hozzá, más nézőkkel, ugye, más reagálásokkal. Itt egy kicsit megpróbáljuk feltuningolni a nézőket, pont azt beszéltük egymás között, kicsit még langyos az előadás, de azon vagyunk, hogy magunkkal ragadjuk őket. Sokkal többet improvizálunk, mert valószínűleg ez a nyári szabadság is adja ezt a feelinget, meg hát az, hogy egy más helyszín. Hoppert, tovább elnézést, még be sem mutatkoz! Nehezebb atmoszférát teremteni mondjuk egy ilyen barlangban, mint az Operett Színházban. Tehát, hogy azt a pillanatot megteremteni, amikor ledobsz egy tűt, és akkor az hallatszik, ahogy pattog.